Mintegy 15 millió forintból újult meg Zalacsány örvényesegyi útja. A közel 500 méteres szakaszt a Magyar Falu program pályázatának köszönhetően sikerült rekonstruálni. A fejlesztés keretében az út új aszfaltozás kapott, két oldalt pedig szintén új patka készült el. Rövid összefoglalást szeretnék adni. Manninger Jerő, a térség országgyűlési képviselője, sajtótájékoztató keretein belül számolt be a Magyar Falu program Zala megye 2. választókörzetében megvalósult eredményeiről. 68 település pályázott a Magyar Falu programban, és összességében 138 pályázatot nyertek el, beleszámítva a belügyminisztériumi és az agrárminisztérium pályázatot, ami szintén fontos a falvaknak, ugye itt is utak felújítására, intézmények felújítására, vagy az agrárminisztérium az átkerti felújítására lehetett pályázni, összességében 171 pályázatot nyert el, 77 darab település, tehát azt lehet mondani, hogy a települések nagy része nyert. Manninger Jenő elmondta, a Magyar Falu program célja a települések vonzerejének fejlesztése, valamint az ott élők életminőségének javítása. A sajtótájékoztatón elhangzott, a program elmúlt egy évében kiderült, hogy a falvak számára az útfelújítás a legfontosabb, de sokan pályáztak egészségügyi eszközök beszerzésére, épületek rekonstrukciójára, óvoda és bölcsöde fejlesztésre, valamint kisbuszokra is. Most már csak néhány hiányzott idén, akik nem tudtak nyerni, és ez nagy lépés előre, én úgy gondolom mindenképpen ahhoz, hogy a falvakban az élet az könnyebb legyen, és az ott élőket megkönnyítsük, és hát a falusi csók is elindult. Erről még pontos megyei adatot nem tudunk, hiszen ez elég szertágazó, ugye, de biztos, hogy azt tudjuk, hogy országosan már több mint 7 milliárd forintot igényeltek. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a program jövőre is folytatódni fog. A tervek szerint a pályázati lehetőségeknek köszönhetően megújul a Várvölgyi Zalaszántó irányába vezető út. Manninger Jenő hozzátette, mivel viszonylag hosszú szakaszról van szó, így a rekonstrukcióra szakaszosan kerül majd sor.